A Kisvárdának mindenképpen nyernie kellett ahhoz, hogy esélye maradjon a feljutásra, és a hazaiak ennek szellemében kezdték a találkozót. A 7. percben meg is szerezte a vezetést a házigazda, egy jobboldali támadás végén Cseri gurított Lukasz elé, aki ballal 16 méterről kilőtte a bal alsó sarkot. A folytatásban is fölényben játszott a Várda, de több gól már nem született az első félidőben. A második játékrészre egy bátrabb Szeglét futott ki, és az 53. percben kis híján egyenlítettek is a vendégek, Tóth lövése a bal kapufát találta el. A 80. percben emberelőnybe került a Kisvárda, Albert rúgta meg Bacsát, és második sárgalapját követően a játékvezető kiállította a ceglédi futballistát. A 88. percben megszületett a megnyugtató második gól, Fodor András passzát a középen érkező Gosztonyi lőtte a kapuba. Ez a meccs is, főleg annak tudatában, hogy nagyon-nagyon kell a három pont, nehéznek ígérkezett, de hál' Istennek sikerült a meccs elején már megnyugtató gólt szereznünk. Azt követően még nagyon sok lehetőségünk volt, rá kellett volna rúgni a másodikat, és akkor eldől a meccs. Második részben pedig kockáztatott egy picit a Szegléd, mi is inkább már az eredmény tartására törekedtünk. Ekkor eljutottak a 16-osunkig, de helyzetet nem tudtak kialakítani. Majd itt az utolsó harmadban volt egy lövés utáni kapufájuk, egy távoli lövés. Én úgy érzem, hogy megfelelően blokkoltunk. Sajnálom, hogy nem vittünk végig több jó kontrát, mert a középpályáról el tudtunk indulni, csak már a játékosok a meleg hatására, illetve az első fél időben nagy energiát fektetünk a meccsbe, annak hatására már nem tudtak odaérni, illetve nem tudtak jó megoldást választani a támadó harmadban. Majd a cseréknek köszönhetően egy picit megfrissültünk, és jött is a második mindent eldöntő gól. A kiesés elől menekülő vendégek edzője csalódott volt amiatt, hogy pont nélkül távoztak Kisvárdáról. Mi úgy jöttünk ide, hogy legalább egy pontot szeretnénk szerezni. Mérkőzés elején rögtön eldőlt, hogy ez nagyon nehéz lesz, sőt, nem úgy alakult, ahogy ezt mi terveztük. Úgy is ment a mérkőzés tovább. Kicsit följavult a játékunk. Stabilizáltuk a csapatot, stabilizálta magát a csapat. Az elején elég megilletődötten, illetve nem is tudom, hogy félénkkel játszottunk. Ez eredményezte a gólt is, nem volt összhang a védelem és a középpálya között sem. Később rendeződtek a dolgok, egy-két lehetőségünk adódott. Egyébként a Kisvárda végigúrulta a mérkőzést, úgy gondolom. Utána pedig a kiállítás után pedig mindent feltettünk egy lapra, célfutballt játszottunk, és kaptunk még gólt, így eldőlt az egész. Az első találat előtti gólpasszjegyző Cseri Tamás szerint jól kezelték azt a nyomást, amely a győzelmi kényszer miatt nehezedett a csapatra. Ugyanúgy készültünk a héten, ahogy eddig, mi ugyanúgy vettük a Ceglédet, mint akármelyik mérkőzést, hogyha Puskás ellen készültünk ugyanaz, mindenki ugyanúgy oda tette a héten magát, ahogy kell, szerintem mindenki a pályán is oda tette magát. A forduló további eredményei a következők: Kozár Miszlen Soroksár 1-2, Szolnok Budaörs 1-1, Sopron Grosics Akadémia 3-0, Békés Csabadorog 0-0, Szegény Nyíregyháza Spartakus 2-2, Cigánt Siófok 1-1, Csákvár Mosonmagyaróvár 1-1, Vác Zalaegerszeg 0-0 és Puskás Akadémia Balmazújváros 1-2. A tabella élén a már bajnok Puskás Akadémia áll 74 ponttal, megelőzve a 70 pontos Balmazújvárost és a 69 pontos Kisvárdát. A Kisvárda a zárófordulóban Balmazújvárosban lép pályára.